A következő, ami nagyon-nagyon hasznos számunkra, nyilván, hogyha itt már védekeztünk, védjük ugye a betegeket is, akkor az előbb a ruhánál is mondtuk, hogy a ruhának a cseréjével is tudjuk biztosítani azt, hogy megfelelő környezetben legyenek a betegek, hiszen mi vagyunk azok, akik a legközelebb hozzájuk közel hajolunk, tehát olyan ruhába kell megközelítenünk őket, ami tiszta, nem peregnek le róla olyan szennyeződések, részecskék, ami esetleg fertőzést okozhat. A levegőbe bekerült aeroszolt, ugye az LCO-val próbáljuk semlegesíteni, de azért ettől függetlenül még mindig bekerül a levegőbe kórokozó, ezt pedig úgy tudjuk egy picikét, illetve nem, hogy picikét, hanem elég nagyba csíramentesíteni, hogy van egy olyan ózongenerátorunk, ami 160-180 négyzetméteres helységeket 2 óra alatt csíramentesít, fertőtlenít. A mi rendelőinknek a négyzetmétere az ilyen 15 és 20 négyzetméterek között vannak, és akkor ide szoktuk berakni a készüléket egy olyan 15 perce két beteg között, és akkor megfelelően tudjuk a levegőt fertőtleníteni. Ezen kívül még, hogyha az ózonnal a levegőt tudjuk fertőtleníteni, a felületeket tudjuk fertőtleníteni, és még mindig van egy olyan készülék, amivel tudjuk egy picikét csíramentesíteni az egész környezetet, illetve a felületeket, ez pedig az UVC lámpa, azt mindjárt hozni fogjuk, és akkor bekapcsoljuk, azt is megtekinthetjük.